Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Több mint negyed század elteltével a síkvizen olimpiai számban is van újra világbajnok a kajakozásban Tolna megyének. A női juniorok között a szárnyait már két éve bontogató 21 éves Pup Noémi, az atomerőműese versenyzője, a napokban Romániában lezajlott U23-as világbajnokságon az egyik legértékesebb versenyszámban K1 500 méteren meggyőző fölénnyel nyerte a döntőt. Noémi ezt még megfejelte két ezüsttel, előbb 1000 méteren is remekelt, éppen csak lemaradva a győztestől, és még tagja volt az 500 méteren, szintén világbajnoki ezüstérmes magyar hajónak is. Egy okalmosolygós hölgy fehér kajakban, fehér pólóban közelít a parthoz faddomboriban. Örömevezés tulajdonképpen a mi kedvünkért, Pup Noémitől, Tolna megye első síkvízi U23-as világbajnokától, aki a király kategóriában K1 500 méteren lett a legjobb a világon, U23-ban, vagyis a juniorok között. És azzal, hogy 1000 méteren, szintén egyesben, csak minimális különbséggel vesztett és lett világbajnoki ezüstérmes, mindezek mellett még tagja volt a szintén világbajnoki ezüstérmes négyes hajónak 500 méteren, vagyis ezek után okkal tartják a 21 éves paksi versenyzőt a magyar női kajakozás világsikereinek egyik lehetséges továbbvívőjét az elkövetkezendő években. A romániai Pitestiben megtette már az első lépéseket a két éve fővárosban edző paksi kajakos. A király kategóriában K1 500-on elért VB elsőségéről kérdeztük először. Jól sikerült a rajtom is, úgy érzem. Az elején elhúzott egy kicsit a lengyel lány, de szerencsére nem nagyon ijedtem meg, és nem kapkodtam el a táv közepét, és éreztem azt, hogy 250-nél már jövök fel rá, és 200-nál indítottam, és akkor már látható is volt a sebességbeli különbség, és onnantól meg már próbáltam növelni, meg hát kitartani az erőmmel a végére. A nemzetközi szinten is kiemelkedő gyorsasági állóképessége, robbanékonysága már ezt megelőzően 1000 méter egyesben is megmutatkozott Pup Noéminek. Csupán 300-addal, egész pontosan 33 ezreddel érkezett lassabban a célba az U23-as világbajnoknál. Egy német lánytól kaptam ki, aki csak erre a számra készült, tehát ő megtudta, hogy ő kiutazik ide, és csak az 1001-esre készül, én főleg ugye az 501-esre fókuszáltam. Ő csak erre készül, az már eleve egy nagy fegyvertény. Én meg ugye főként az 500-ra készültem. Én elégedett vagyok azzal is. Utána így hamar elengedtem, hogy második lettem, meg 33 ezred, most már kicsit bosszant. Most belegondolok, hogy két erősebb húzást találok valahol, akkor az meg is lehetett volna, de csalódottság nincs bennem. Miért is lenne, hiszen az idő neki dolgozik. Ott van a jelen csillagai, Kozák Danuta, Medvecki Erika, Csipes Tamara, Kárász Anna, Fazekas Zsúr Krisztina mögött közvetlenül a paksi kajakos. Noha még két éve van, az U23-at már most kinőtte. Van helyem, meg már meg is mutattam magam, úgy érzem a felnőtt mezőnyben, úgyhogy remélem, hogy ez majd jól fog kisülni. Szeretnék inkább a felnőttre koncentrálni, mint az U23-ra. Nyilván jövőre olimpia, mindenki arra készül, én is arra készülök, de azért azt még el kell fogadni, hogy ez az olimpia még lehet, hogy nem rólam fog szólni, de szeretném, hogyha utána szépen lassan már beérnék a felnőtt mezőnybe. Mondjuk még két éven van így is az 23-asok között, úgyhogy ha nem jön össze a felnőtt, akkor még marad egy kis támasz. Egy abszolút sportcsaládról van szó Kupék esetében. Igen, aki nem tudná, annak eláruljuk, hogy a női cselgáncsos kiválóság a világversenyeken szintén már többször érmes Pup Réka testvére, egész pontosan nővére Noéminek.
Nem sikerült a pécsi hivatásos tűzoltóknak a címvédés a 24. országos tűzkakas strandfoci bajnokságon Pakson. A Miskolc nyerte, ugyanis az idei kupát, a Pécs a negyedik helyen végzett. Tolna megyét három csapat képviselte, Szekszárd, Dombóvár és Paks. Közülük a Dombóvár szerepelt a legjobban. Hatalmas csaták folytak a labdáért a Paksi strand homokos labdarúgó pályáin. A nagy kánikulában szállt a homok, meg-megrogytak a lábak, de kitartóan küzdöttek a csapatok, nem volt elveszett labda. Ezúttal Miskolc nyerte a 24. országos tűzkakas strandfoci bajnokságot. Tolna megyét három csapat képviselte, Szekszárd, Dombóvár és Paks. A Paksi hivatásos tűzoltóság együttesébe beintegrálódott az atomerőmű tűzoltóság csapata, így ők egy közös együttest alkottak. Erre nem először volt példa. Hát az idejében úgy jött össze a csapatunk, hogy az atomerőmű tűzoltósággal kis összefogás jött létre, és erre volt már korábban is példa. Tőlük is van 5 ember, és tőlünk van talán 7 ember, és így egy vegyes, én úgy gondolom, egy jó kis ütőképes csapatunk lett az idére. Eddig 2 meccsünk volt, mind a 2-t 5-1-re nyertük meg. Egyébként mind a 2 meccsünk sima volt, korán sikerült is gólt rúgnunk, és az egyébként mind a 2 meccsen szerintem az ellenfeleinknél sokkal jobbak voltunk. A Barcs egy picit meglepetés volt, mert ők korábban komolyabb játékerőt képviseltek sokkal, de ugyanazt tudom elmondani most, amit szerintem 2 éve, hogy azt látom, hogy nincsenek fiatal, nem jönnek a fiatalok, és sok csapat, ahogy öregszik, úgy gyengül. Emiatt a csapat létszám is évről évre csökken, idén 26 tűzoltógárda érkezett családostól. A paksiak a 9. helyen végezték. A Tolna megyeiek közül a legjobban a dombóvári hivatásosok szerepeltek, ők 5. lettek. A Pécs címvédőként érkezett Paksra. Volt egy rövidebb szakasz, amikor nem jöttünk, aztán újjá alakult a csapatunk, és most már szerintem hát durván olyan 20 éve, szinte folyamatosan járunk. Megvan a csapatnak a gerince, egy ilyen hozzám hasonló, kicsit fiatalabb társaság, és ahhoz csapódott néhány fiatal kollégám, és hát mondhatom azt, hogy eredményesek vagyunk, mert 4 alkalommal megnyertük már ezt a tornát. Hát az erőviszonyok szerintem jó a csapatunk, mondhatom azt, hogy jobb, mint tavaly, de nem vagyok benne biztos, hogy meg fogjuk tudni nyerni, mert a többi csapat is erősített. Itt igazából, hogy kijut el a végéig, az ma itt közvetőleg kell hozzá sok szerencse is. Mivel, hogy már körülbelül 20-szor itt voltunk, ez mondhatom azt, hogy mindig szívesen jövünk ide, mert ez egy családi program is. Most ugye a csapatunkban van 10 játékos, és ha mondhatom azt, hogy a nagy csapatunk, tehát a családtagokkal mindennel együtt 35-en vagyunk. Tehát gyakorlatilag ez egy családi program is, egyben nem csak kimondottan a strandfoci, hanem ilyenkor együtt vagyunk és jól érezzük magunkat, és szeretünk ide járni. A pécsi hivatásos tűzoltók ezúttal a 4. helyen végeztek. A Magyar Atlétikai Szövetség kiemelt tehetséggondozó programja 5 éve indult, és az egyik központi edzőtábort minden nyáron Bonyhádon tartják. A 16-23 éves versenyzőkkel az orosz mesteredző Boris Volkov jelenlétében a klubedzők és a program irányítója Szabó Dezső dolgozik a 3 hetes program során. Az idén üstökösként berobbant 17 éves bonyhádi fiatalabb böndörtestvér Marci első ugrása 4,40 méteren, ami feletté biztató volt, hisz már megcsinálta, mint ahogy láthattuk, a nehezét, amikor balszerencsés módon hozzáért a léchez. A már 490 centit is átugró a 17 évesek között idehaza a 2 legnagyobb tehetség egyike, Böndör Márton, ezen a versenyen is eljutott a 480 centig. Megpróbáljuk a mozgást csiszolni, finomítani, új dolgokat tanulni, tehát ennek a kontrollja. Másrészt most ez a verseny egyben szuperliga is verseny, ugye a Magyar Atlétikai Szövetség egyik pénzdíjas versenysorozata, és itt tényleg azt lehet mondani, most az országból azért a legjobbak indulnak ebbe a versenysorozat. Még egy-két felnőtt korosztályú versenyző is színesítette a férfi rudugrás mezőnyét. Itt volt momentán
a legjobb hazai versenyző, a felnőtt Kéri Tamás az Ikarus esétől. Így a feltörekvő utánpótlás korú tehetségek, köztük a bonyhádi böndörfivérek Dani és Marci, valamint a szintén helybeli Schleider Dávid is arra törekedtek, hogy ott legyenek a nyomában, közelében, centiméterekben a győzelemre esélyes piros szerelésben versenyző fővárosi rúdugrónak. Szakmailag mi láttuk, hogy a Marciban sok van, idei évben megmutatkozott a sebessége, és ez 100 méteres síkfutásban is tudta bizonyítani, tehát hogy miért eredménye van, ami azért nagyon biztató. Hát, hogy mondjam, most rajtunk is a felelősség, hogy ebből az adottságból azért minél hamarabb, hát ne csak az 5 méter legyen a vágyálom, hanem minél hamarabb eljutni az 5-45-50-ig, mert én azt gondolom, hogy most ez a nagy kihívás a fiú rúdugrók előtt. A böndörfivérek közül az idősebb Dani már az U23-as Európa-bajnokságon is bemutatkozott, túl van egyébként az 5 méteren, többször is teljesítette ezt. Öccse is egyébként arra készül, hogy átlépje ezt a bűvös határt. Dani fejlődését az idén sérülések gátolták. Kérjük azt, hogy egy bajnokságon a két böndörfivér dönti el az elsőség helyzetet, mondjuk az U23-as magyaron, két év vagy az U20-as? Remélem, igen, egyszer majd ez is el fog jönni. Mibe fejlődtél legjobban? A rohamba, légmunkába, vagy a légy fölötti munkába az érkezés? Inkább a légmunkába, a roham az már előtte is viszonylag jó volt a társaimhoz képest, de mindenben egyformán fejlődtem. Ahogy bátyja, Dani, ő is igénybe veszi a rúdugrás világhírű nevelőedzőjének, Boris Volkovnak a tanácsait, aki itt van most is a táborban, aki egy-egy mostani ugrása után is azonnal ott a szó igazi értelmében, melegében konzultált vele a léc és a szivacs mellett. Augusztus 9-én 80. születésnapján köszöntötték Garam József labdarúgó mesteredzőt a róla elnevezett utánpótlásképző központban. A PMSC Garam József irányítása alatt élte fénykorát, és ő az egyetlen hazánkban, aki az utánpótlás nevelés terén végzett munkájáért kapta a mesteredzői címet. Garam József mesteredző 1939. augusztus 9-én született Pécsett. A PMSC Garami irányítása alatt a legszebb időszakát élte. A máig legnagyobb siker az 1990-es Magyar Kupa győzelem, de ott van az 1985-86-os idényben elért bajnoki ezüstérem is. A mesteredzőt 80. születésnapján köszöntötték a róla elnevezett pécsi Toka utánpótlás labdarúgó képzőközpontban. Meglepetésért, főleg azért, mert hát elég régen elkerültem Pécsről, de természetesen nem esik rossz, hogy emlékeznek rám, hisz nagyon fontos munkát végeztem annak idején itt Pécset, talán fontosabbat, mint később az NB1-es csapatoknál. A gyerekekkel való foglalkozás közepette mindig voltak részeredmények, sorozatban nyertük azokat a bajnokságokat, ahol volt lehetőség, Serdülő, Ifi, Pajtás Kupa, stb. És ez nem csak a gyerekeknek volt jó, mert hajtotta őket előre, hanem én is jól éreztem magam abban a közegben. Azzal bizonyítom, hogy én azért valahol pécsi maradtam, bár minden csapat, ahol dolgoztam, szerettem ott lenni, és jó csapatoknál voltam, de jellemző azért, hogy a lakásomat nem adtam el, és 20-valahány éve, ugye Pesten meg erre-arra voltam, úgyhogy ez azt jelentette, hogy én visszavágyam. Garam József nem csak felnőtt szinten alkotott maradandót, hanem az utánpótlásban végzett munkája is példaértékű. Egyedülálló módon kutatta fel, és aztán karolta fel a tehetségeket. Azt jelenti, hogy megbecsülik azt a munkát, amit végeztem itt, vagy későbbiek során is, mert bárhol voltam az utánpótlást figyelemmel kísértem, volt, ahol segítettem is, és volt, ahol beszálltam, és általában a fiatalokat azért besegítettem a csapatba, akiben tehetséget láttam, és úgy gondolom, hogy ez helyes volt, mert később ez igazolódott.
az egykori kollégiumi épületben megnyitott utánpótlás képzőközpontot magánberuházásban az amerikai Toka rendszer magyarországi képviselete hozta létre, és ezzel tiszteleg Garami József kiemelkedő edzői munkássága és az utánpótlás nevelés területén végzett eredményes tevékenysége előtt. A Toka edzésprogram lehetővé teszi, hogy a játékosok gyors és hatékony fejlődést érjenek el, és a modern labdarúgás technikai követelményeit elsajátítsák. Ez egy amerikai rendszer, nagyon érdekes, mert ez egy amerikai játékosnak a személyes története. Ő, amikor egyetemista kezdő játékos volt, nem szólt az edzőinek, nem szólt a játékostársainak, olvasta, hogy Pelé narancssal dekázott, és vásárolt egy teniszadogatógépet, mert látta, hogy a teniszezők ilyen adogatógéppel dolgoznak, látta a kosarasokat, hogy kisgyűrűre dobálnak, és titokban, edzés után más mindenki elment haza, ő pedig elment gyakorolni. És ők később kiválasztották, profi játékos lett, megvásárolta a Fulham, 10 évet játszott a Premiership-be, 82-szeres amerikai válogatott, tehát két világbajnokságon vett részt, és ezt az egész rendszert ő fejlesztette ki, ő a feltalálója. Mi Magyarországon az első Toka Center vagyunk, Európában a második. Svédországban nyílott 6 hónappal ezelőtt az első Toka Center Európában. Nyilván személyi edzők használják, illetve az egyesületekkel, szervezett keretek között a gyerekek heti 1-2 alkalommal végzik a képzést. Garami József a hazai labdarúgó történelem egyik és a pécsi futballtörténet legnagyobb szereplője, hangsúlyozta Páva Zsolt Pécs polgármestere. Mint mondta, a mesteredző egyike azoknak, akik megadják a város entitását, így annak legnagyobb személyiségei között van a helye. Ő egy ikonja városnak, nyugodtan fogalmazhatok így, hiszen az a játékos mód, amit önmagában is nagyra értékelnek, és nagyra értékelünk, önmagában elismerésre méltó. De neki sikerült megfelelni egy még nagyobb teljesítménnyel edzőként, utánpótlás edzőként, vezetőedzőként, aztán később szövetség kapitányként olyan maradnot alkotott, amit nagyon kevesen a pécsi baranyi futball életben. Tehát Garami Mester számunkra egy olyan követendő példa, amit nagy tisztelettel említünk mindenki számára, aki akár nem pécsiként vagy pécsiként tekint az életpályájára. Mai napon, amikor 80 éves születésnapját ünnepeljük, azt kívánom mindannyiunknak, hogy legyen még ilyen hasonló sikeres labdarúgó vezetőnk, játékosunk, amilyen ő volt, és egyúttal kívánok nagyon boldog születésnapot számára. Bodai Ferenc, a Toka cég magyarországi képviselője köszöntőjében úgy fogalmazott, a mesteredző nevét viselő utánpótlás képző központ reményei szerint hozzájárul majd ahhoz, hogy a pécsi labdarúgás ismét a régi fényében ragyogjon. A PMFC idegenben is győzni tudott az MB3-as labdarúgó bajnokság második fordulójában. Vas László együttese ezúttal a HR Rend Kozár Misleny otthonában nyert 2-1 arányban. Zsúfolásig megtelt stadion előtt játszott vasárnap a HR Rend Kozár Misleny és a PMFC. Ez a mérkőzés az MB3-as bajnokság második fordulója volt, melyen a pécsiek egy győzelemmel, a Kozár Misleniek pedig egy vereséggel a hátuk mögött léptek pályára. Többet támadott ugyan a PMFC, az első gólt mégis a házigazdák szerezték. A 28. percben a baloldali szabadrúgást Kónya Kornéli vette középre, a védőjét megelőző Turi 2 Tamás pedig a kapuba fejelte a labdát. A félidő hátra lévő részében több lehetősége is volt a PMFC-nek az egyenlítésre, de ebben a játékrészben nem született több gól. A második félidő első percében aztán a szünetben becserélt Kónya Dávid egyenlített. Pár perccel később emberelőnyhöz jutott a PMFC, miután a 49. percben Molnár Attila játékvezető piros lappal kiállította a hazaiak kapusát, Ipacs Pétert, aki a 16-oson kívül buktatta szabálytalanul Sági Milánt. A fölényt sikerült kihasználnia a pécsieknek, a győztes gólt egy szintén csereként pályára lépő játékos, Tihanyi Olivér szerezte meg. Könnyebben mondom így a győzelem után, de tudtuk, hogy így lesz, tehát tudtuk, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Azt is tudtuk, hogy a Kozár Misleny kettőzött erővel, mi természetesen abszolút a sportnak megfelelő, lép föl ellenünk, és mindent megtesz azért, hogy megnehezítse a helyzetünket, vagy adott esetben nyerjen ellenünk. A mérkőzés igencsak jó indult.
meggyőződésem, hogy a helyzeténket berúgjuk, akkor le tudtuk volna a mérkőzést korábban, de mint ami a futballban benne van, hogyha nem rúgod be a helyzeteit bármilyen szituációból, mint most is megtörtént, egy rögzített szituációból gólt tudsz kapni. Ami fontos volt viszont, hogy a második fél időben úgy jöttünk ki, hogy ha játék nem is volt minden elemében megfelelő, de magas hittel és egy olyan elszántsággal, hogy mindenképpen szerettük volna megnyerni ezt a mérkőzést, és ez a jövőben abszolút pozitív, hogyha ilyen játékkal és ilyen hozzáállással tudunk belemenni a mérkőzésbe, akkor szép szezon elé nézhetünk. Ezzel a vereséggel a HR-rend Kozár Mislany a második forduló után is pont nélkül áll a bajnokságban. Először is szeretnék gratulálni a PMSZ-nek, azt hiszem, hogy a megérdemelt csapat nyert a mai nap. Az első fél időben még voltak lehetőségeink, mi szereztünk vezetést, de addig is fölénybe játszott a Pécs. Amit nagyon-nagyon sajnálok és bánt, az, hogy nem mertünk futballozni. Az edzéseken tényleg nem ezt kérjük a csapattól, hogy ilyen direkt elemeket alkalmazzon. Ezt nem értem, hogy ezt miért csináltuk. Ezt megkérdeztem az öltözőbe és a srácoktól, hogy miért nem merték megcsinálni, miért nem mertek nyomás alatt futballozni. És a második fél időben, ahogy kijöttünk, tehát a lélektani fölény az nálunk volt, mentálisan mi voltunk előnyben. Nem igazán láttam, hogy mi történt ott az 50. másodpercben a második fél időben, ugye akkor egalizált a PMSC. És attól kezdve, amikor megtörtént ez a kiállítás, ott szerintem megpecsételődött a sorsunk. Azért a futballban vannak fordulópontok, és ebből a fordulópontokból szerintem rosszul jöttünk ezen a mérkőzésen, hiszen három olyan tényleg zicserünk volt, ami tényleg kapussal szembe. Pécsnek ugye sok-sok lehetősége volt. Gratulálok a Pécsnek! Vasárnap a PMFC hazai pályán folytatja, mégpedig a Taksony Ese ellen. A HR-rend Kozár Mislany pedig a Dunaharaszti MTK-hoz utazik. Velünk mozdul Uránváros. Ez volt a hívószó arra a kertvárosi rendezvényre, amit a Pécsi Életmód Egyesület a Pécsi Kulturális Központtal közösen szervezett hétvégén. A kosárünnepnek is nevezhető délután során a PTE Peac Rolling Basket kerekesszékes csapata tartott bemutatót, majd a két városrész, Kertváros és Uránváros csapott össze. A Baranya megyei Kosárlabda Szövetség 2017-ben Pécsre hozta a kerekesszékes kosárlabda Magyar Kupa döntőjét. Ez nem volt véletlen, hiszen szerették volna egy kicsit jobban megismertetni a sportágat a helyiekkel, ugyanis már akkor elhatározták, hogy Pécset is létrehoznak egy kerekesszékes kosárlabda csapatot. A munkának meglett a gyümölcse, hiszen tavaly megalakult a PTE Peac Rolling Basket elnevezésű gárda. 10-12 játékosunk van jelenleg, de a toborzás folyamatos, és ezt itt szeretném hangsúlyozni is, hogy nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki szeretné megnézni, hogy mi ez a játék. És azt javaslom, hogy nagyon sokan, akik látták a Facebook hirdetésünket, vagy a korábbi interjúkat, az a tapasztalatom, hogy a legtöbben úgy gondolták, hogy hát ez egy nagyon aranyosak, nagyon kedvesek, de ez nem nekem szól. De ez önnek szól, jöjjön el, nézze meg, és akkor hozzon döntést róla, hogy ez kell önnek, vagy nektek, ha kipróbálta, hogy milyen ez a játék. Mert nyilván készülünk, indulunk a kerekesszékes magyar bajnokságban, különböző játékosok vannak itt. Vannak olyan játékosok, akik ezt annyira komolyan veszik, hogy egyenesen a paralimpiára akarnak menni. Most volt az Európa-bajnokság, volt olyan játékosunk, aki kiment megnézni az Európa-bajnokságot, mert érezni akarta annak a légkörét, amiben majd szeretne részt venni. És nyilván vannak olyan játékosok is, akikből nem lesz paralimpikon, ezt ő maga is tudja magáról, de nem azért jön ide, hogy ő profi kosárlabdázó legyen, hanem azért, mert egyszerűen jól érzi magát ebben a közösségben. A csapatmenedzsere Wojtek Aurél, aki a PVSK korábbi kiváló játékosa, és aki hosszú évek óta szakkommentátorként vesz részt a férfi élvonalbeli meccseken. Én az első pillanatban csatlakoztam, amikor Janovics Lacék meghirdették ezt a lehetőséget, hogy Baranyában is létrehozzanak ilyen kerekesszékes csapatok. Szóltak a MEOSZ, Baranya megye egyesületének, és ott elnökségi tag vagyok, első kézből hallottam, és azonnal jelentkeztem, mondván, hogy ha nem tudok beülni, úgy nem tudok hasznára lenni a csapatnak, akkor adott esetben a sport múltamból onnan, amit esetleg hoztam, azt át tudom plantálni, de egyelőre még tudok játszani a fiúkkal is. A kerekesszékes bemutató után Kertváros és Uránváros amatőr kosarasai csaptak össze.
Az egyesületünk, ugye a Pécsi Életmód Egyesület a nevéből adódóan a sportegészség, a helyes táplálkozás, a hiteles információknak úgymond mondhatom, hogy a nagykövete Pécsen, hisz már 10 éve vagyunk jelen a pécsi közösségi életben, és ezek mentén szervezzük a rendezvényeket. A sport az ugye elengedhetetlen a egészséges életmódhoz, és mivel nagyon sok szimpatizánsunk a kosárlabdát szereti, azért ismét kosárlabda rendezvényen rukkoltunk elő. Ez azért is fontos, mert évről évre össze tud jönni az a baráti társaság, mint Kertváros, Uránváros, vagy akár a Pécs, egész Pécsről beszélhetünk, akik mondjuk csak ilyen rendezvények kapcsán találkoznak, és így is közösséget tudunk építeni. Az uránvárosiak nagyon készültek a két városrész összecsapására. Júliusban megkeresett Varga Zsanett ezzel a lehetőséggel, hogy augusztus 10-én rendeznének egy ilyen ünnepet, lehet ezt a kosár ünnepének nevezni, és megkért, hogy én is segítsek a csapat toborzással, illetve hívjam a barátaimat, ismerőseimet, rokonaimat, és akkor így többen összehoztuk ezt a kis csapatot. A kertvárosiak is győzelmi reményekkel érkeztek, ők is régóta kosaraznak együtt. Szerencsére nem volt nehéz dolgunk, én már több mint 30 éve élek Kertvárosban, és itt is kosarazunk már régóta, úgyhogy amint szóltam a többieknek, hogy lesz az a lehetőség, az a 20 fő az nagyon gyorsan összejött. Teljesen vegyes csapatok, ahogy látható, főleg amatőrökből állnak mindkét oldalon a gárdák, és lényegében a rendes kosárlabda szabályai szerint fogunk játszani, tudomásom szerint 3 órán keresztül folyamatosan, tehát ahogy a két csapat szeretne, akkor mehetnek folyamatosan a cserék. A serleget végül Kun László, a PTE Peac Rolling Basket csapatának tagja kapta, aki végig szurkolta a két városrész összecsapását is. Ez volt erre a hétre a pálya. Jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!